Több mint 3 évvel a kihirdetése után a COVID-19 miatti egészségügyi vészhelyzetnek vége, ezt idén májusban jelentette ki a WHO főigazgatója. A járványkezelés szakembereket, a társadalmat is megosztotta, és annak következtében kialakult globális gazdasági válság, a lezárások szinte mindannyiunk mindennapi életébe beavatkoztak, ezt befolyásolták. Egy biztos, talán a Földön nincs is olyan ember, akit valamilyen szinten ne érintett volna a járvány, még ha nem is betegedett meg, vagy nem fertőződött meg. A mai műsorunkban az orvostudomány és a járványkezelés szempontjából tekintünk vissza az elmúlt időszakra. A tapasztalatokat próbáljuk összegezni, és arra választ találni, hogy létezik egységes recept egyáltalán a járványkezelésre, és az, ahogy ezt a járványt kezelték, ez a megfelelő módon történt-e, és milyen változások voltak a járványkezelésben az elmúlt 3 évben. Ebben segítségünkre lesz 3 meghívott vendégünk a stúdióban. Szeretettel köszöntöm őket, dr. Rusvai Miklós, víruskutató, egyetemi tanára, Magyar Tudományos Akadémia doktora, dr. Pócs Alfréd, ortopéd, sebész, traumatológus, és dr. Szilák László, egyetemi docens, az ELTE Szavária Egyetemi Központtól. Szeretettel köszöntöm Önöket. Tekintsünk vissza arra az időszakra, amikor ez a járvány elkezdődött. Prognosztizálható volt-e, várható volt-e, hogy egy világméretű járvány áll a küszöbön, és ezt fog végig söpörni az egész világon? Rusvai úr. Vártuk a járványt, az az igazság, csak nem ezt. Tehát az, hogy lesz, vélhetőleg lesz egy nagy légzőszervi világjárvány, ez várható volt, de tulajdonképpen a madárinfluenza volt az esélyes jelölt, és a surranó pályán jött föl tulajdonképpen a COVID-19. Ez sem igazán meglepetés, hiszen a kínai kutatók 2007 óta folyamatosan kongatták a vészharangot, több száz cikket jelentettek meg, hogy a denevér koronavírusok több ízben 2007 és 2019 között több ízben fertőztek embereket, és előbb-utóbb várható egy olyan vírus, ami denevér eredetű koronavírus, és átugrik az emberre. De hogy ez mikor lesz, ezt senki nem tudta előre. Ez következett be 2019 őszén. Tehát az időpont az meglepetés volt, de várható. Meg, hogy ez a vírus, mert a madárinfluenza is folyamatosan ugyanígy várható, hogy előbb-utóbb átugrik a madarakról folyamatos, és az embert fertőző változat létrejön. Dr. Pócs Alfréd? Én úgy gondolom, hogy nem volt várható, hogy ez a járvány bekövetkezik, hiszen minden évben volt influenza megbetegedés. Volt, amikor egy héten 80 ezer ember betegszik meg, és gyönyörűen tudtuk kezelni 80 ezer beteget egy hét alatt. És nem volt semmi, itt maga a bejelentés, amikor bejelentették március 11-én a világjárványt, pár 10 000 teszt pozitívról beszélünk, és pár száz halottról beszélünk világszinten. Erre kimondani világjárványt nem teheti, nem lehetne, ezt csak a WHO tehette meg, mert annyira csökkentették a kritériumokat, hogy ezt be tudták jelenteni. Ma is így van, ma is nagyon vigyáznunk kell a WHO-ra, mert ha a WHO lesz az újabb járványok irányítója, akkor mindenki bajba fog kerülni. Tehát én úgy gondolom, hogy nem vártuk, tudtuk volna kezelni. Ami történt, egy pánikkeltés a média részéről, amit felhasználtak, természetesen nem a média hibás, vagy legalábbis aki részt vett benne, azért hibás. Tehát megcsinálták azt a félelmet az emberekben, ami kell, és mikor megvolt a félelem, jött a pánik, csökkent az immunrendszer, az emberek megijedtek, mentek, nem megfelelő ellátást kaptak az emberek, ezért haltak meg sokan, de használtak aljas dolgokat, ugye, hogyha valakit elütött a vonat, de ha teszt pozitív volt, akkor beleszámították a halottaknak. A halottak erről beszélünk még később, jó, a média szerepéről az egész járványkezelésben. Tehát most a kezdeteknél tartunk, nem volt én várható. Szerintem ez nem volt várható, ez abszolút mesterséges, kitalált, és mai napig nem tudják igazolni, hogy ezt ki kellett mondani, hogy világjárvány. Dr. Szilák László, hogy látja? Én úgy látom, hogy hát egyetértek az előttem szólóval, tehát én ebben jobban belelátok, ez egyértelműen egy mesterséges csinált vírus. Tehát ez egy olyan vírus volt, amit Amerikában kezdtek el előállítani, még azt is lehet tudni, hogy Dél-Karolinában, hogy melyik egyetemen, mert még le is szabadalmaztatták, és aztán ezt kivitték egy franciák által felépített Wuhani legmodernebbnek tartott kutatóintézetbe,
Az én kérdésem viszont az, amire még ugye nem merült fel, vagy én felmerítem, hogy ez hogyan érhetett el ilyen gyorsan Európába? Most itt csak megkérdezem, aki itt ül közöttünk, a négy ember, hogy hány embert ismerünk, aki járt Wuhanba. És hol van Wuhan? És itt volt a vírus. Tehát én szerintem még ez se úgy volt, hogy csak jött a vírus, és akkor emberről emberre terjedt, hanem ez ennek megvoltak a gócai, és ezért, és én haragszom a matematikusokra, mert tudom, megnevezhetjük talán, Röst Gergely többszörösen kitüntetett, mert ő aztán mindent tudott a vírusról, mindent megjósolt a vírusról, mindent tudott, de ő neki, ha tényleg jó a matematikai modellje, le kellett volna modellezni azt, hogy mit tudom én, Olaszország Milánóban volt egy központ. Tehát nem úgy jött ide a vírus, hogy repült. Hogyha repült, akkor repülővel repült és repítették. Hát igen, mondjuk azért a mai világban nem szokatlan repülővel közlekedni, és repülővel valóban néhány óra alatt egyik földrészről a másik földrészen lehet. Igen, de ki járt Wuhanba? Lezárt Wuhanba, ahova volt egy nem is olyan régen, már úgy nem régen, hogy a Covid-járvány legvégén lezárták Shanghait, 25 millió ember, és senki sebe, senki. Aki a szülő azt mondja, ott volt a boltban, ott maradt, megszült, kész, nem foglalkoztak. Mindenesetre a járvány kitört. Ez nem így van. Tehát a vírus elterjedt a világon, és először országok a világszinten is próbáltak valamilyen kezelési módot ennek a megfékezésére kitalálni. A legelső időszakban, ugye még elemezték, gondolom, hogy milyen vírusról is van szó, nem nagyon tudták, hogy hogyan lehet ezt megfékezni, és alapvetően a távolságtartás, az elzárások időszaka következett, ez volt 2020-ban, több hónapon keresztül, szinte az egész világon. Ezek a korlátozások, ezek voltak a járványkezelésnek az első lépései. Ön hogyan értékeli? Már így utólag persze nyilván okosabb tud lenni az ember, de hogyan értékeli, hogy abban az adott helyzetben ennek helye volt-e, és megfelelő módon reagált-e a világ a járványra? Én szerintem igen. Tehát általában járványok idején, én pedig elfogadom, hogy ez egy járvány volt, egy fertőző betegség, ami emberről emberre terjedt, és egyesekben súlyosabb, másokban kevésbé súlyos betegséget okozott, és ezeknek a terjedését elsődlegesen ezekkel az intézkedésekkel lehet megakadályozni. Ez így volt a középkor óta, a kolerától kezdve a fekete himlőn keresztül, a későbbiekben ugye a spanyolnátha és a többi. Az más kérdés, hogy soha nem voltak hatékonyak. Tehát azt kell látnunk, hogy a járvány és a különböző kórokozók mindig fineszesebbek, mint az ember, mindig kijátsszák azokat az állati intézkedéseket, és ez így van több száz év óta. Így volt ez a majomhimlőnél, hogy a legutolsó nagyobb esetszámot produkáló járványról beszéljünk. Így volt a COVID-19-nél, és így volt a korábbi járványok során is, hogy igen, terjed, védekezünk ellene, és ennek ellenére terjed. Tehát az intézkedések jók voltak, de csak lassították, de meg nem állították a vírus terjedését. Dr. Pócs Alfréd, ön azt mondta, hogy ezt meg lehetett volna állítani, ha nincs a hisztériakeltés. Így van, meg lehetett volna állítani, hiszen csak egy példát mondok, ki a világ legnagyobb virológusa? Putyin, aki egy nap alatt megállította a járványt, hiszen kitört a háború, és utána se a sajtó, se a média, se a kórházak, senki nem foglalkozott, semmilyen adat nem jött, mintha egyik napról a pillanatról megszűnt volna a járvány. Na ez egy játék, tulajdonképpen játék. Játszanak velünk, játszanak így. Visszatérve az, hogy ez egy, ugye Amerikában mindenhol folyik a mesterséges vírusoknak az előállítása. De az én tapasztalatom, amit el tudok mondani a járvány idején, hogy az Isten által teremtett immunitás az a legerősebb, arra jöttem rá, és hiába állítanak elő ezer számra mesterséges vírusokat, nem tudnak vele mit kezdeni. Erről a vírusról, COVID-19-ről még el kell mondani, hogy ez a vírus izolált, tisztított formában nem létezett. Ezt Karikó Katalin mondta először, mikor mondta, hogy az oltást úgy kezdték el csinálni, hogy Kínából megkapták a digitális vírust. Ugyanezt elmondta ugye a másik amerikai oltásnak is ugye a igazgatója. Tehát az egész arról szól, hogy tulajdonképpen Kínában összehoztak egy digitális vírust, amit Amerikában lehet, hogy Amerikában kezdték, leadtak egy szekvenciát, és oltás. A Drosten,
ugye az volt ez a német virológus, aki megcsinálta az első PCR-tesztet. Az első PCR-tesztet megcsinálta 4 nap alatt, és ahhoz kellettek primereket csinálni, és ő digitálisan csinálta meg, nem tenyésztett ki vírust, nem értett hozzá, nem volt semmi, nem látta a vírust, tehát minden így történik. Ez a vírus COVID-19 ebben a szekvenciából sehol. Ugyanakkor Magyarország is bejelentette, Müller Cecília, Pécsen, Jakab, stb., hogy ők izolált, tisztított formában előállították, bejelentették a világ sok részén, de megkérték Írországba, Amerikába, Kanadába, és CDS-nek itt van nálam, egy levelel is hoztam, amiben a CDS is megmondja, hogy ők izolált tisztított formában olyan szabályok szerint nem látták ezt a vírust. Azt is meg lehet mondani, hogy 2 per volt, ugye, ami ezzel foglalkozott a utóbbi időben. Az egyik Stefan Lankának volt a pere, ugye 2006. 3.12, a másik Marvin Haberland, 2023. május 9-én, ahol ki lett mondva, hogy a vírusnak az egésznek az alapja a Robert Koch-féle posztulátum. Ez nagyon egyszerű, és ezzel egyetlen egy cikket nem találtak, ami teljesítette volna a Robert Koch posztulátumának a mindenségét. A Robert Koch posztulátum röviden annyit jelent, hogy mindenki megértse, hogy veszek valakiből egy tenyésztésre vírust, de előtte tisztítom, leveszem a méreganyagot, hogy nehogy méreg legyen benne, hogy tudjuk, hogy attól kapja a tüneteket, ne legyen benne más baktérium, vírus, izolált tisztítom, elkezdem tenyészteni, visszaadom egy másik betegbe tenyésztett formába, és ugyanazokat a tüneteket kellett, hogy produkálja. Utána megint kiveszem, megint kiteszem, megy. Ez a COVID-19 esetében sehol nem volt leírva, sehol nem volt megcsinálva. Itt számításba kell venni az 5G-t, a chemtrailt, erről is kell beszélnünk. Spanyolországban spanyol fizikusok rögtön, már mikor az első nap beindult, rögtön párhuzamot kérdeztek annál, a városokat kielemeztek, Madridot, Európát, San Marino például, ott volt a legelső 5G, ott voltak a legnagyobb százalékos előfordulások, stb. Ezzel is kapcsolatba kell hozni a betegséget? Maradjunk a vírusnál, és ennek ugye tisztított vírusról beszélt. Én nem vagyok szakember, hogyha esetleg valamit nem pontosan fogalmazok, javítsanak ki egész nyugodtan. Tehát erre azért van szükség, tehát az oltásnak a kifejlesztéséhez. Nem, azért... bocsánat, tisztítani kell a vírust vagy baktériumot, igaz, és utána vissza kéne vele fertőzni egy fogékony fajt. Állatok esetében ez könnyű, de embert fertőzni tilos. Tehát a Koch-féle posztulátumokat azért nem lehet ennél a vírusnál teljesíteni, mert nincs, és főleg a kezdeti időkben nem volt olyan fogékony állatfaj, amin meg lehetett volna végezni ezt a vizsgálatot, embert fertőzni viszont orvosi, etikai szempontból tilos. Tehát nem lehetett megcsinálni a Koch-féle posztulátumnak megfelelő vírus visszaizolálási folyamatot. Ezt rendszeresen megcsinálták a Koch posztulátumot, tehát a régi, az influenza vírusoknál mindig csináltak ilyen teszteket, tehát ez így önmagában nem igaz, ez nem igaz, és a Koch-féle posztulátum 130 éve létezik. Ez az alapja, jogi alapja mindennek a virológiának. Az a lényege, hogy ha a COVID-19-en megfertőzök valakit, ugyanazt a tünetet produkálja, mint akitől vettem. De na és itt nincs, és a COVID-nek nincs önálló tünete. A COVID-nak nem volt, nem tudom felsorolni, hogy ez. Ugye azt, már... itt hallottuk mi is, és önhöz fordulok most következő kérdéssel, hogy a magának az oltásnak, amikor az oltakozás beindult, illetve az első oltások megjelentek, sok kritikai hang hallatszott mindenfelé, általában inkább a szociális hálókon, az interneten lehetett olvasni, hogy hát, úristen, ilyen oltást én nem fogok fölvenni, mert hogy ez nem járta végig az útját, ahogy ennek lenni kellett volna a kifejlesztésének az útját. Tehát állatkísérletek és ennek vannak egyéb belejárói, hogy normál esetben, amikor egy oltást kifejlesztenek, hogy ez, ennek mi is az útja. Az ön véleménye szerint a COVID-19 vírusra létrehozott oltások, azok megfelelőek és megfelelőképpen nyújtanak-e védelmet? Elérik-e azt a célt, amire ezt kitalálták? Picit a gondolatmenetet lehet folytatni, csak úgy csaptunk rajta, ezért egy kicsit tovább is. De annyit el kell mondani, hogy volt gyógyszer, úgy hívták, hogy ivermektin, illetve én preferáltam az amiloridot. Megmondom, hogy miért, de most ez nem érdekes. Meg hidroxiklorokin. Így van, ez a kettő, ez abszolút működött, és abban a pillanatban, amikor kitört,
kitörették ezt a járványt, mert ez önmagában, én is azt mondom, hogy ez nagyon mesterkélt volt, abban a pillanatban ezeket kivonták, és akinél volt ivermektin, Alfred, ezt te tudod? Igen. Abban a pillanatban megjelent a rendőrség, és elkobozta, és akkor házkutatás és minden. Bocsánat, kilószámra volt minden állatorvos rendelőjében. Így van, kilószámra van állatorvos, csak nem mindenki meri bevenni, nekem is a galamboknak felírt volt. Tehát visszatérve, mi volt pontosan a kérdés? Tehát, hogy... Az oltás, az első oltások, amelyek meg... Igen. Én nem vagyok orvos. Amit én láttam, statisztika, tehát nekem voltak ilyen YouTube videóim, és akkor mindig azzal jöttek, hogy de hát nem tudunk statisztikát. Most már nagyon jól tudjuk a statisztikát. A helyzet az, hogy ez egy csinált pánik volt. Tehát ez a Matt Hancock, ez ő volt az angol, illetve a brit egészségügy miniszter, és akkor, ahogy szokott lenni, kiszivárgott az összes WhatsApp üzenete, amit még a miniszterelnökkel folytatott, és mindenki mással, és abban egyértelműen le volt írva, hogy az első média szerint és az állami minden apparátus szerint a pánikkeltés, nagyon egyszerű volt, ez le van zongorázva, hogy kellett megcsinálni, meg kellett zárni 10 kórházból 9-et, és azt kellett mondani, hogy és akkor egy kórház lesz, aki a pandémia felelős, és minden beteget odavisznek. Na most ebből mi következik? Ebből az következik, hogy minden kórházban természetes módon meghal, mert hogy kórházban ugye emberek halnak meg, 4-5 halálozás történik, na most erre föl van készülve egy kórház. Tehát 5 hullát el tud tárolni. De amikor már ott megjelenik pluszban 45-50 hulla, az hova teszi? Mert az egyszerűen kijelölt kórházban is csak 5 hideg, tehát kamra van, ahova le tudják tenni. Tehát abban a pillanatban jött az, hogy és akkor Milánóban, meg máshol, más, mindenhol helikopterrel kellett hordani a hullákat, mert nem fért el a kórház udvarán. Igen, ezért. Mert lezártak 10-ből 9-et, és akkor maradt az egy szem. És ez úgy jött át a médiába, hogy hú, ez micsoda halálos és veszélyes. Valóban Magyarországon egy olyan 8-9%-os halálozási többletet adott. De abban a pillanatban, amikor megjelent az oltás, akkor erre a megemeltre jött még rá egy másik 10%, tehát összesen a százalékosan számolva kb. 20%-os halálozás volt, és ha 130 ezerre veszük a hosszú évekre, 2010-től mondjuk a halálozását Magyarországnak, tehát az átlagban ennyien halnak meg évente, 130 ezer ember, ennél kevesebben egyébként egy kicsivel. Hirtelen akkor kiugrott az, hogy oltással együtt már 150, és ha összeadjuk a kettőt, akkor elvesztettünk mondjuk egy Makót, elvesztettünk egy kisebb Hódmezővásárhely, Szentest. Hát abban egyetérthetünk, hogy halálozási többlet volt ebben az időszakban. Abszolút. És az injekcióval még több. Most azért felmerül bennem a kérdés, tényleg laikusként. Amikor elkezdünk oltakozni, tehát a vírus attól ugyanúgy terjed tovább. Tehát egyszerre nem oltottak be mindenkit. De én ezért mondtam azt, hogy ezek egyrészt nem is vakcinák, ezt majd tanár úr megmondja, hogy miért nem vakcinák, mert nem teljesíti az Európai Uniós vakcina kitételét, mert az nem vakcina, hogy én beadok egy messenger RNA-t, és majd valaki valahol valamilyen sejten megtermeli azt az antigént, csúnya szó, tehát az ellen, tehát az önökben a vírus részecskének mimikáló darabját. Ami ellen majd az én immunrendszerem majd kifejleszti az antitesteket, és ha majd találkozok a vírussal. De ezek nem vakcinák voltak. Se a Pfizer, se a Moderna, se az Astra, se az összes DNS alapú. Rustvai tanár, ezek vakcinák voltak? Ezek természetesen vakcinák. Ezek az úgynevezett harmadik generációs új típusú vakcinák. Körülbelül a 1990-es évek vége, 2000-es évek eleje óta vannak ilyenek forgalomban. Többféle is, állatgyógyászatban, embergyógyászatban egyaránt. A kifejlesztett vakcinák többsége az különböző országban kipróbálásra került. Elsősorban az Ebola járvány terjedésének csökkentésére Afrikában tesztelték ezeket az mRNA-s vakcinákat. Tehát beváltak, és ezeknek a pandanjára állították tulajdonképpen elő ezeket az mRNA-s vakcinákat, amikből vélhetőleg egyre több lesz majd, és egyelőre úgy tűnik, hogy nem csak a fertőző betegségek elleni küzdelemben,
hanem más kórokok elleni küzdelemben is használhatók lesznek, daganatos betegségek, különböző immun problémák esetén használhatók lesznek ezek esetek. Igen, dolgot szeretnék megkérdezni, hogy szóba került a halálozási többlet megjelenése, hogy oltakozáskor ugye ez még inkább megugrott. Hát persze, hiszen az oltás éppen azért, mert mondjuk 2020 elején kezdődött valamikor januárban ugye az egészségügyi dolgozókkal, azután az idősekkel és egyre terjedt a korosz, őszre került sor az emberek többségére. Tehát abban az évben, 2020-ban szedte a legtöbb áldozatát a járvány, körülbelül 17 ezer volt ez a halálozási többlet, amit hallottunk, mert ez még egy olyan év volt, amikor nem alakult ki széleskörű immunitás. Tehát ez volt az immunizálás kezdeti éve. Két erősen patogén, tehát az úgynevezett alfa variáns volt tavasszal, és a delta variáns ősszel, ezt hívták ugye angliai, illetve indiai variánsnak is, ezek a variánsok okozták a legtöbb halálesetet Magyarországon. Tehát ez egyszerűen azért, mert még nem volt immunis a lakosság, sem természetes immunitás, amit én magam is preferálok, tehát itt elhangzott az előbb, hogy az immunrendszer a legjobb védelmi rendszerünk, tökéletesen egyetértek, de az immunrendszernek kell adott esetben egy makó, amit a vakcinák biztosítanak, amik az utóbbi 100 évben bizonyították, hiszen 100 éve az emberiség, a lakossága a Földnek úgy növekszik, mióta a vakcinákat széles körben alkalmazzák, mint soha a korábbi évezredekben. Éppen azért, mert a gyerek halandóság és a fertőző betegségek okozta halandóság nagyon erőteljesen csökkent 100 éve. Bocs, doktor úr, a nyáimmunitás. Mindjárt beszélek elős meg arról is. A legsúlyosabb dolog, amit én a járvány kapcsán megítélek, hogy a Jóisten nem kötelez bennünket semmire. Ad szabad akaratot, szabad cselekvés, szabad mindent. Hogy meri kötelezni bárki is arra, hogy az én testembe idegen anyagot beadjanak? Ugyanis, de nem kötelezte. Dehogy is nem, egészségügyi dolgozók, nem is tudtam dolgozni. Egy évre föl lettem függesztve, mert én nem vállaltam az oltást. De kötelezték. Munkahelyen is fölvették. Ezt nem lehet megindokolni. Ez halálos vétek, akik ezt csinálták Isten előtt. A másik ugye, hogy a nyáimmunitás. Svédország nyáimmunitást választotta, a legkevesebb halálozás volt Európában. 5%-os. Legkevesebb volt. Nyáimmunitás nem alakul ki, ha lezárok. Ez alapszabályokat sértettek, oltottak ugye a járvány alatt. Nem lehet oltani a járvány alatt. Ezt megtanultuk, mert a oltás elviszi az immunrendszer 30%. Ugyanis úgy kell elképzelni ezeket az oltásokat, főleg a Pfizert. Milliárd, de lehet, hogy billiárd mRNA-st tesznek bele, amit baktériumokba kitenyésztenek, beletesznek. Ilyen az valóságos életben nincs, hogy egyszerre milliárd mRNA-s támadjon meg egy szervezetet, és kezdje a tüskefehérjéket termelni, amiről kiderült, hogy primer méreganyag, milliárd számra, ugyanakkor az immunrendszer meg elkezdi az antitesteket erre termelni. És ugye az antitesteket elkezdi termelni, kimerül az immunrendszer. Tehát oly kiszolgáltatom ezt a szervezetet a betegségnek. Ugyanakkor ugye a tüskefehérje, meg tudjuk, hogy kárt okoz a szervezetbe, gyulladást, trombózis és mindent, hogy produkálhat. És egy mesterséges anyag, azt is tudni kell, hogy Robert Malone ezt kutatta a 80-as évek végén, és abba hagyta az mRNA-s használatát, mert meghalt az állatkísérletekben minden állat. Erre jön Karikó Katalin, ugyanezt a találmányt elveszi, és bevetik az embereknek. Óriási veszély előtt állunk most is, ha az mRNA-s megy a gyerekeknek, ha csecsemőket be akarnak oltani mindenkit, mert minden oltást bevenni mRNA-s alapúnak. Nem szabad, nem tudjuk, nem ismerik a rövid, hosszú távú következményeit, nem végeztünk állatkísérleteket. Az egész oltás úgy működik, ez világosan le van írva a tudományos cikkekbe, mivel beleadok milliárd mRNA-st, ami íródik, akkor milliárd, hogy mondjam, antitest képződik, nem, tehát két hónap alatt fölmúlik az egekig az antitest, tehát akkor tényleg védve van valaki, aki ezt megkapja. De két hónap után leesik, 3 havonta kéne, már a 3. hónapban leesik, 3 havonta kéne oltani. Mennyivel különb a nyáimmunitás? Egy életre megszerzem. Egy életre nem lesz vele gondom. Én meg oltogassam 3 havonta. De a vírus eredését azért ez mégiscsak akadályozza és lassítja. Mi? A lezárások? Az oltás.
Az oltás? Nem. Itt van például, idézem szó szerint, ugye Walensky, a CDC igazgatója, amerikai gyógyszernek az igazgatója, se a COVID-fertőzést, tehát hogy megkapjam a fertőzést, nem segít, se az átvitelt nem segít. Tehát az, hogy nem gátolja. Tehát nem gátol, ők mondják ki, a CDC kimondja, semmire nem jó az oltás. Igen. És ugye beszélt nekünk Merkeli, hogy majd 5 éves, meg 10 éves immunitás. Nincs. Pillanatnyi is kihagyja az IgA rendszert, a torkunkat, oda nem jut be, csak a vérbe van a IgM és IgG, és nem specifikus az IgM, az IgG, amit nézünk, semmi specifitás nincs, a PCR teszt nem specifikus. Majd erről is beszélünk a következő kérdésben, a PCR teszt lehet, a PCR teszt arról szól, ugye Kerry Mullis Nobel-díjat kapott érte, nem engedtem, ez egy laboratóriumi eszköz, csak azt tudja, hogy maradék DNS-t és RNS-t megnagyobbít, a melegítési ciklusokkal egyre több is kimutathatóvá tesz, de nem teljes vírus részeket, és a minden azon múlik, hogy milyen a primer, és a primereket a digitális vírusra tették ki. Minden cég, aki PCR tesztet csinált, az új primereket csinált, tehát új részeket jelölt meg. És ugye ma már tudjuk, hogy júliusban, 2021 júliusában Amerikában a CDC kimondta, hogy ez a PCR tett alkalmatlan, és még 2021 decemberében beszüntették Amerikába, Kanadába, Skóciába, és Magyarországon még mindig megy a PCR teszt, az eredeti PCR. Világtanár úr, a tesztelésnek a járvány alatt ön milyen jelentőséget tulajdonít? Hagyj szök mesehez, kicsit, igen, amit igen. Az Alfred doktor mondott. Következő van. Én ezt nap mint nap csinálom. Én nem egészen így látom. Én szerintem a PCR ez egy nagyon helyén való dolog. Egy DNS vagy RNS darab beazonosítására abszolút alkalmas. És ez bármi, ezt megmutatom. Igen, neked, ezt leírom. Persze. De ugyanúgy a vírust is ki tudom vele mutatni, bármit ki tudok mutatni. Na most, csak egy sztori, megkérdezték, hogy nem akarom-e meg kimutatni a vírust. És a válasz az volt, hogy hát én ki tudom mutatni, de ez nem megyünk bele a részletekbe, ez egy nagyon bonyolult, mert ez egy messenger alapú vírus, tehát nagyon bonyolult lenne a kimutatása, nekem kellene egy abszolút pozitív, amit tudjam, hogy az az, és utána se vállalnám. Mihez lehet viszonyítani is. Pontosan, mert akkor tudnám, hogy ez pozitív, ez nem pozitív. És azt mondtam, hogy ez olyan bonyolult, és ebben dolgoztam is, a SOTA 1-es, 2-es patológián, főleg 2-es patológián mindenféle diagnosztikát írtunk fel PCR-re. Nagyon nem egyszerű, és pláne egy ilyen bonyolult, amit még vissza kell fordítani DNS-re, a DNS kell kimutatni, stb. Én azt mondanám, hogy én ezt így tömegben nem. A kérdése a válasz. Azon nevettünk mi, lehet a doktorral, hogy most miért tesztelgetett Szlovákia, mit tudom, talán kétszer tesztelték az teljes lakosságot. Tehát ez nem gyógyszer, ez nem csinál semmit, ez csak megmondta azt, hogy, és akkor jött a média, és nagyon érdekes volt, hogy igen, ott azért kevesebb az eset, mert hogy ennyit tesztelnek. Miért? Ettől nem gyógyult meg senki. Kettő között lát összefüggést, Rusajtani? Persze, a tesztelés arra való, hogy kiszűrjük a fertőzötteket, és azután azokat izoláljuk. Tehát ez ilyen egyszerű volt, ezért volt. Önmagától a tesztelés. Ez ugyanaz, amit Kínában is csináltak, ugye 20 milliós városokat teszteltek, 3 fertőzöttet találtak, azokat izolálták, amíg a zero covid elv volt, és megállt a járvány. Tehát önmagában a tesztelés nyilván nem gyógyszer, ezt senki nem mondja. Én például biztos nem mernék ortopédiai kérdésekben nyilatkozni. A PCR tesztet viszont a laboratóriumunk naponta végzi, egy rendkívül jó, erőteljes, a vírusfertőzések és általában a fertőző betegségek diagnosztizálásának legjobb eszköze, tehát én nem mondanám mondjuk egy ortopédiai vagy egy sebészeti eljárásra, hogy nem alkalmas, mert nem értek hozzá annyira. Aki naponta dolgozik vele, azt tudja. Én nem mernék így nyilatkozni. Én akkor csak erre pillanat választ adok, tehát a PCR tesztnek a lényege az orba dugás, tehát földugtuk az orba, amiről bebizonyítottuk, hogy az nem tampon volt, hanem len volt torokból, de általában az orba dugták. Miért kell bedugni, miért kell torokba, miért? Mikor eddig minden járvány idején nyálból vettük, köptem, rátették a vírustesztekre, maximum 1500 tesztet végeztünk egy év alatt, ha vírusjárvány volt mondjuk a 80-as években vagy 90-es években.
Most meg jönnek ezzel, mindenkit hűítenek, épít beszéltük, hogy a széklet vizelet. Akkor kérem a vizeletemből kimutatni a vírus. Kérem a székletemből, miért nem abból? Azzal, hogy benyúltak az orrunkba, azt érték el, hogy megforgatták primitív emberek, mert nagyrészt primitív emberekre bízták ezeket, megsértette a hámot, és már elpusztulnak sejtjeim. Ha elpusztulnak sejtjeim, a génállományom bekerül a pálcára, és rögtön tud mutatni ki DNS-t, RNS-t. És ők ezt DNS gyűjtésre használták. Amerikában megjelent egy cikk, világosan csak annyit ismertek el, 10%-ot, azért csinálták ezeket a teszteket, utána beküldték az eredményt, és tudtak a DNS mintákat, gyűjtik a DNS-t, ugye, hogy embereket is, ha én nekem tudják a DNS mintáimat, vagy a teljes szekvenciámat, akkor meg tudnak támadni. Tudják, hogy a vesém gyenge, a ez gyenge, az gyenge. Nekem akarnak... kicsit ilyen tudományos irányába. Tehát ezek nem lehet. Miért lehet? Tehát az gyerekeket volt, akinek átperforálták az agyalapot. Csomónak leírnak, hogy likvorfolyás volt utána. Tehát ez olyan durva dolog, ez annyira szándékos és előre eltervelt, miért nem vetett csak nyállal, mint addig mi vettük? Vagy vizelettel, vagy széklettel. Ha most is ott veszik, és PCR-teszttel csinálják a székletvizsgálatot, amit és nem labor, nem izolált, tisztított vírusokat mutatnak ki. Csak PCR-teszt minden. A DNS-t ugyanúgy lehet a nyából és a székletből. Úgy ne lehetne. Azért mondom. Azért tehát ebből a személyi jogok... Nehezebb. De viszont... azzal friss DNS állományt lehet. Igen, szilágtan. Csak hozzá csatlakozom, meg a médiához. Ha még emlékszünk rá, minden áldott reggel, 7:30, 8:00, 7:30 hírekben bemondták, és akkor a Szennyvízben, Kecskeméten, Szegeden, Budapesten... Hát most már nem mondják be. Emelkedett, csökkent a COVID. Ezt mindig így beolvasták, hogy akkor most melyik városban, hogy... Beszéljünk a médiáról. De nem csak... Most már tényleg eljutottunk oda. Csak nem a lényege, nem kell elhallgatni, csak a lényege az, hogy akkor miért nem vettünk tényleg széklet vagy vizet, mint tehát, hogyha ha egyébként meg úgy is nézték a szennyvízből. És akkor nem kellett volna ezt a durva, drasztikus mintavételezést csinálni. Hát én úgy gondolom, hogy azért, hogy egyénileg lehetett megállapítani, hogy ki az, aki... De hogy egyénileg lehetett volna vizeletet és székletet adni, mert hogyha ráadásul azt tudni kell, hogy azért a szennyvíz az úgy működik, hogy jó, most mindenki tudja, hogy 10 liter vízzel hígul, ami hígul, vagy 12 literrel, na most azzal mennyivel könnyebb kimutatni, mint amikor tényleg egy kupetből. De ugyanannyi gyorsan járás egyébként, tehát ugyanannyi időn belül. Ugyanaz a teszt, minden ugyanaz. Lehetett volna, ez volt az előírás. Itt van a hibája a WHO-nak, ezért támadjuk legalább mi ketten a WHO-t, mert ez egy szándékos. Akkor már hárman támadjuk a WHO-t. Én nagyon sok hibát követtek el, és biztos, hogy remélem, hogy legalább tanultak belőle, tehát egy pillanatig sem védem én se a WHO-t, de a PCR-t vagy PCR-tesztet azt védem. Azt védjük, azt mi ketten azt védjük. Eddig tanár úr úgy tűnt föl számra, mint aki egyetért itt a járványkezelésnek a útjával és módjával. Többé-kevésbé. Például az, hogy én véleményem szerint például 2020 őszén elég későn kezdtük azokat az intézkedéseket, amelyek lassítani hivatottak lettek volna a járványt. Tehát például ugye voltak még Európa-bajnoki futballmérkőzések, más tömegrendezvények, a tesztek mutatták, hogy a járvány már beindult, és ezeken a tömegrendezvényeken azután esetleg... Ezt lehetne esetleg mondani, de megint csak lehet, hogy olyan, tehát szerintem megbetegedett és adott esetben meg is halt emiatt néhány ember, de a járvány nem állt volna meg akkor se, ha akkor egy tökéletes zárás. Tehát voltak ilyen nüanszok, amikben esetleg változtatni lehetett volna, de úgy általában a diagnosztikai, a járványvédelmi intézkedéseket én nem kérdőjelezem és nem kifogásolom meg. Még a PCR-tesztre visszatérve, azért a Boldogkői Zsolttal voltunk egy riporton a tévében, és ő elmondta világosan, hogy 40-45-ször melegítési ciklus, 40-45 Magyarországon. Amerikában világosan leírták, Spanyolország, Svédország,
maximum 30, de van, ahol 28 melegítés típus. És ha ezt megváltoztatom 45-re, nagy a hiba százalék, és ezért csináltak millió tesztet, mert ha csak 2% hiba van a PCR tesztbe, már 1000-10000 számra keletkeznek a pozitív eredmények, érted? Tehát ebbe ez a rossz, ebbe a... Magyarországon 35 fölött sose fogadjuk el pozitívnak. Tehát 35 ezt a maximum... Ezt Boldogfi elmondta a tévébe. Az lehet, hogy annyi... A tévébe elmondta, tessék. De ő nem, persze. Hát szóval, ők hogy használják? Ők is használják. Nem, a diagnosztikában 35 ciklus fölött sose fogadjuk el. Már a 30 és 35 között is kételkedve fogadjuk. Én a magam részéről 20-25. Tehát de ez nem jelenti azt, még egyszer mondom, hogy ezt így csinálták. Tehát a pozitív tesztek azok mind az úgynevezett threshold, tehát a határérték alatti ciklusszámot fogadták csak el. Igen, de minden nagyobb százalékban csináljuk, ha kis százalékban is hibás, akkor megnő a pozitív teszteknek a száma, és erre alapul az egész járvány a világon. Tehát ezzel tudták megnövelni az esetek számát, és el lehet mondani, hú, ennyi teszt pozitív van, ennyi teszt pozitív minden van. Minden tesztben van hiba százalék, a PCR-nél, PCR-nál sem több 1%-nál. Tehát az most teljesen mindegy, hogy 100 mintát veszek nem, le, vagy 100 ezer. Hivatalosan 2%, amit elismernek, ezt jó, elolvastam. Jó, legyen 1-2%, nem egy lényeges. Nem, nekem kevesebb. 200. Nálunk is kevesebb, de biztos, ezzel nem... Biztos, ezrelékes. Persze. Jó. Na, médiát többször emlegettük, igen, már, igen. Most akkor beszélgessünk a tevékenységükről, a munkájukról a járványkezelés ideje alatt. Elég kritikusan állt ehhez Puzs doktor. Tessék? Elég kritikusan. Hát igen, mert ugye a médiával lehetett a félelmet kelteni. És az alap dolog a félelem. Mert csak mondok egy terápiát. Például itt van az oxigén lélegeztetőgépre való tevés. Ha a beteg ennyire rossz a tüdeje, és ennyire fél, már kérte önként, hogy tegyék fel oxigén lélegeztetőgépre. És ha egészséges tüdőt teszek föl, olyan százalékban a kórházakban bőrgyógyászok, és nem tudom, kik voltak, akik ezeket a gépeket kezelték, vagy nem volt orvos, asszisztensek kezelték. De ez orvosi felelősség. Ez orvosi felelősség. Én de besétálok a kórházban, nem mondom azt, hogy dehogy nem, fullad, és így van. Tehát, hogy mondjam, tehát a félelem alap dolog. Akikkel én beszéltem, és mondtam, hogy akár ivermektint, ha szóba kerül, most is azt mondom, most is letartóztattak, előzetes letartóztatásban van 90 ember vagy 100 ember a ivermektin megvétele miatt. Most perek mennek még most is, amikor már Amerika, Európa nagy részén mindenhol engedélyezett, és ez kimondottan emberi volt. Mi ugye márciusban kiáltják ki a világjárvány 11-én, és március évben már Spanyolországban megjelenik az első cikk, az ivermektint kipróbálták a vírusjárvány kapcsán, és nagyon jó eredményeket, százalékban 50-60-70 százalékos eredményeket értek el. Tehát ezt lehetett volna használni, ezt, de nem használták. Na most a médiára azért vagyok mérges, vagy nem is tudom, a járvány kapcsán, egyrészt a félelemkeltés, másik, hogy senki nem mert ellenállni. Tehát például, amikor mi meghirdettünk egyszer egy sajtótájékoztat a WHO, mikor először jött, hogy majd ő külön fogja szabályozni, egyetlen egy sajtó nem jött el. Tehát annyit jelent, hogy központi irányítását van, holott aki hozta ezt a határozatot, az Európa Tanács. Az Európa Tanács elrendelte, hogy minden országba közöljék a sajtókkal ott, hogy nem kötelező az oltás. Mikor volt az, hogy nem kötelező volt az oltás? És egyetlen egy sajtó nem jelent. Tehát én Magyarországon azt mondom, hogy független sajtó nincsen. Ezt kimerem mondani. Nincs független, de a világon sincs, nem csak nálunk. Tehát a pénz annyira befolyásolja, ezt kell megváltoztatni. Nem lehet, hogy mindig a halálról, ilyenekről, az életről, a szeretetről, a szépségről kéne beszélni mindig. A hitről, és az gyógyít meg. A hitem, a pozitív hozzáállásom a dolgokhoz, és ad erőt arra, hogy elviseljem, ha egy picit fulladok, kicsit ez van, kicsit az van, és akkor ezt megtudom. Szilágy tanár úr, a médiában ugye elhangzottak hírek, amelyek nyilván aggodalommal töltöttek el embereket. Hogy látja, nem lehet, hogy ennek az volt inkább az oka, hogy egy kicsit vegyük komolyan azt, ami minket körülvesz, mert hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy félváról kezeljük ezt? Én megértem, amit mond Pózs doktor úr, hogy álljunk pozitívan a dolgokhoz, és feleslegesen ne keserítsük a lelkünket, mert az utána a testünket is betegítheti. Igen, ma is leesett a emeletről, meghalt, agyon csapta villám, ezek a igen, értem én ezt a részt, de most maradjunk itt a járványnál és a járványkezelésnél. Nem lehet, hogy ez egy tényleg egy tudatos eszköz
eszköze volt a médián keresztül, hogy az embereknek a figyelmét valóban felhívják, hogy kezeljék komolyan ezt a járványt és ezt a vírust? Hát először mindenki azt hitte, hogy igen, de utólag már látjuk, hogy de nem, ez a manipuláció része. Tehát még egyszer, a Matt Hancock, a brit egészségügyminiszter. De mire manipulált volna? Pontosan arra, hogy be kell oltatni magadat. És hát ezt nem mondtuk ki, de mi most kimondjuk, a Friddel együtt biztosan, hogy az igazi biofegyver nem a vírus volt, hanem a vakcina. Ami nem vakcina, mert én most is azt mondom, hogy vitatkoznék tanárúrral, Rusfa tanárúrral, hogy a vakcina Európai Uniós szabályzás szerint nem, ez messengeres alapú nem vakcinának minősítő. Vakcina az a vírus vagy a vírusból izolált részek beadása. Ez az Európai Unió definíció szerint. Amerikában más, ott lazább, ott már lehet, hogy belefér. Ez egy génterápiás metodika. És ugyanakkor, most én megint hazabeszélek, és tudom, hogy most lehet, hogy itt a Friedivel majd össze fogunk ezzel egy kicsit veszni, de én molekuláris biológus vagyok, nekem kevésbé fáj és veszélyes mondjuk egy transgenikus növény, mint a vakcina. És pont ezt mondtam több helyen is, hogy én nem láttam egyetlen egy zöldet tüntetni a parlament előtt, hogy le a vakcinákkal, mert GMO-s. És mind GMO-s. És ez a vicces, hogy és akkor mi a média szerepe? Az, hogy ahogy mondtam, ez le volt írva a forgatókönyv, először a félelemkert, és utána a megvezetés, hogy de csináljunk karantént, mindent, kötelezzük az embereket az oltásra. És az oltás pedig úgy ment, hogy aki itt fölvette, én nem vettem föl szintén, hogy egyszer össze is vettem a közvető orvoson, hogy minek? Átmentem rajta, nekem nem kell még egy oltás. De csak úgy lehetett fölvenni, hogy az ember aláírta. Igen, nem tudom hány oldal, négyes betűmérettel, amiben benne volt, hogy és ez most egy emberkísérlet, amiben önként és dalolva részt veszek. Tehát semmiféle felelősséggel utána a gyártó nem tartozik. Tehát nem köteles fizetni. Még a média kapcsolatban egy friss cikket hoztam, csak felolvasom Medical Journalba. Összeálltak orvosok, és 325 halálesetet fölboncoltak, megnézték, és az, hogy fiatal emberek, betegség nélküli, tehát ezek a gyors halálok, amik most vannak, tehát nem volt krónikus betegség, nem volt semmi, és ez volt július 5-én, és úgy volt, hogy a Lancet, a leghíresebb orvosi folyamatban megjelenik ez a cikk. És már ment a nyomdába volt a cikk, és a nyomdába leállították ezt, 24 órán belül ezt a cikket, anélkül, hogy bármilyen bizottság összeült volna, vagy valami, és nem engedték megjelenni ezt a cikket. Ez a cikk azt mondja ki, hogy ez a vizsgált 325 ember 74%-ának köze volt az oltáshoz. 74%-ának köze volt, 53% szív érrendszeri, 18% vérrög, 8% légzőszerv és 7% egyéb. 14,3 nappal átlagba haltak meg az oltás után. Tehát teljesen egészségesek voltak, tehát ilyen cikkek megjelenik, és ma is ez van, a média, a sajtó, valaki odaszól az újságba, és holnap már nyomtatnák, és nem nyomtatják ki. Anélkül, hogy egy tudományos bizottság összeült volna, és azt mondtam, hogy mégse fogadja el, előtte összegyűlt egy ilyen cikknek, hogy megjelen a Lancetbe, 6 tudományos bizottságon át kell menni. És átment minden tudományos bizottságon, és az utolsó pillanatban ez a helyzet most is, a média, nyilván nem a egyszerű riportereket, meg ilyeneket nem mondom, az hanem akiket nyomnak, és ez van. Csak ez egy jó példa arra, hogy mi a helyzet ma. Még egy példa, csak elmondok, ugye Robert Malone, mindenki ismeri, háromszor oltott, oltáspárti, rengeteg oltást, tehát ő volt az mRNA alapú, aki kitalálta az mRNA alapú oltást. Ez tegnapi vagy kétnapos hír. Nem tetszik most a médiának meg az embereknek, amit mond, ugye, mert most már átment a mi oldalunkra átjött. Lezárolták a bankszámláját, a feleségének, a gyerekeinek a teljes családi bankszámlazárlat, tehát nincs pénze. És ezt mondtuk, ugye most a másik, jön a globalizáció, a digitális pénz, akkor ezt meg lehet csinálni mindenkivel. Most megcsinálták Robert Malone-vel, egy ilyen világhírű orvossal, hogy a teljes családjának blokkolták a pénzét. Ez csak megint egy érdekes kitétel. Rusvai tanár úr, médiáról. Én nem fogok olyan híreket itt most bedobni, amit a nézők az többsége nem fog számla ellenőrizni, de hát ezek olyan dolgok, amiket így feldobnak a
bizonyos influenza, de ne menjünk bele. A médiában tehát, nem csak a televíziós média tartozik. Én a médiával tökéletesen elégedett voltam. Én a szociális médiát is ebben. Én úgy gondolom, hogy jól tette a dolgát. Azért a más hangok is megjelentek. De a Déli Telegráfot nem tekinthetjük egy alternatív. Vagy a Medical Journal, a Lancet, én ezekből idézek. Tehát ezek nem. Utána kell nézni, tehát ezek olyanok, amiket most... Én nem mondom el a tévében, mert akkor följelentenek, hogyha én most hazudok a tévében. De majd ennek utána kell nézni. De még egyszer mondom, ez itt most nem egy tudományos vitafórum az én szememben. Tehát ezt majd tudósok eldöntik, kiértékelik adott esetben. Hosszú éven keresztül statisztikai analízis dönti majd el, hogy ennek van-e valamilyen relevanciája. Ez ugyanolyan, mint hogy bocsánat, a dohányzásnak a káros hatása is több száz év után derült ki. 50 évig vitatták a dohánygyárak, stb., hogy most valóban volt káros hatása, nem volt káros hatása, statisztikai alapon dől majd el. Ha az a több száz millió ember, aki adott esetben fölvette az oltást, majd valamilyen negatív hatásban statisztikailag rosszabbnak, előbb-utóbb mindenki meg fog halni, az is, aki felvette, aki nem. Tehát most ilyen szempontból az analízisnek majd nagyon sok minden tényezőt ki kell szűrnie. Én úgy gondolom, hogy az oltásnak nem volt hatása, de visszatérve már úgy értem, hogy vannak mellékhatásai, de számottevő káros hatása ilyen szempontból tömegesen nem volt, bizonyos százalékban volt. Minden oltásnak van, minden orvosi beavatkozásnak van, egy altatásnak, vagy bármi másnak is ott maradhat az asztalon az illető altatás után. Akkor is aláíratnak. Tehát minden orvosi beavatkozás emberkísérlet, mikor egy új protézist próbálnak ki, mikor egy új pacemakert próbálnak ki, ezek mind emberkísérletek. Mikor egy új vakcinát próbálnak ki, az is egy emberkísérlet, kétségtelen. De ilyen kísérletekben a páciensek jelentős része részt vesz. Ezek az úgynevezett study kísérletek, ilyenekből 12 egytuszat minden orvos egyetem csinál ilyeneket száz számra. Tehát ezzel ne is foglalkozunk ezzel a részével. A dolognak persze aláírták. A média szerintem jól tette a dolgát. Első, tájékoztatott. Kettő, hírt adott a különböző intézkedésekről, a járvány alakulásáról, mióta a járvány lecsengett, hiszen a járvány gyakorlatilag a tavalyi évvel mondhatjuk azt, hogy vége, de hangsúlyozni szeretném, az oltás 2020-ban még nem volt, és akkor is nagyon sokan meghaltak. A média tökéletesen tájékoztatott az oltásról is, a járványmenetről is, én szerintem azt tette, ami a dolga akkor volt. Akkor a média miért a Facebookról mindenhonnan letilt bennünket? Ha volt egy videó, amit fölkeltem, azt 20 perc volt a leghosszabb, ami a YouTube-on volt. Levették, szétlőtték a mindenki, aki ezzel foglalkozott. Ez bocsánat, annyira központi irányítású. Ha én egy fasisztoid izét fölteszek, azt is leszedik. Azt nem szedik le. De tehát nagyon sok tartalmat. A Toroszkai neve benne van akkor, igen. A dohányzásról pedig egyébként csak annyit, hogy ne felejtsük el, hogy régen dohányzás volt, tehát dohánylevélből. Ma nincs dohánylevél, csak a dohányszára és 200 féle vegyi anyag a cigarettába. Tehát már méreg. Persze, hogy most már be kell szüntetni, mert már mérgező. Ugyanez van az élelmiszerbe, a gyógyszerekbe, a mindenbe benne van, tehát ma már erre kell vigyáznunk, hogy bárhol meg akarnak bennünket mérgezni, eltenni. Kutyafüle, tehát ez... Mégis ezekben az országokban a legnagyobb az átlag életkor, tehát Afrikában, ahol nem oltanak, meg az orvostudomány ezekkel a dolgokkal nem foglalkozik, az messze, messze alacsonyabb az átlag életkor. Ez egyáltalán nem igaz, szerintem sem. Ez majd erre is elszerintem. Igen. Szilágytanár úr szeretett volna. Így van, csak annyit akarok reflektálni, hogy akkor mi végre oltottak, mert hogy elkapjam a Covidot, arra nem volt jó, hogy továbbadjam a Covidot, arra nem volt jó, akkor miért volt jó az oltás? Kisírtam magamnak más szempontból, hogy volt az... Hozzájárult a nyáimmunitáshoz egyébként? Nem, az oltás elzárja, mert a lezárás jár vele, és utána nincs nyáimmunitás. Szerintem inkább mérgező. De például az Albert Sabin fölfedezte ugye a Sabin cseppeket. Igen. Ugye az a poliomielitis, a poliovírusnak a... Na most ez hogy nézett volna ki, hogy beadják a gyereknek, és ő csak egy kicsit bénult le.
Hát nem, az nem bénult le. Azért volt jó. Vagy nem kapja el a himlőt, amikor beoltjuk, hogy a himlő ellen a gyereket. De ugyanakkor itt beoltottak, és elkapták a Covidot is, és tovább is adhatták a Covidot. Tehát semmire nem volt jó az oltás. Azon túl, hogy megbetegített. És plusz halálozást tett rá. És még nem tudjuk az 5-10 éves tartalmat. És nem tudjuk, nem tudjuk. Én mindig a idegit vártam azért, mert a csomagolóanyaga olyan, amilyen. Valóban már a neurotikus tünetek kezdenek kijönni, de még egyelőre tényleg a légzékszervi, a vérkeringési bajok azok előrébb vannak. Magára erre a COVID-19 vírusra egyébként van valamilyen végleges megoldás, gyógyszer, bármi, vagy az örökké itt lesz velünk, és bármikor újra felütheti a fejét? Itt lesz velünk, itt is van velünk, is tehát van. Akár melyikünk fertőzött lehet ebben a pillanatban is, csak innentől kezdve, hogy részleges immunitással már a lakosságnak 99%-a rendelkezik, átimmunizálódtunk, innentől kezdve különösebb jelentőségen is, de időről időre rendszeresen fertőződünk majd az őszi, téli, elsősorban az őszi-téli légzőszervi járványok. Ugyanúgy, mint az influenza, igen. És ugyanúgy az influenzának a tünete is se szünteti meg szándékosan az ellene való védőoltás, enyhíti. Tehát vannak olyan betegségek, amiknél csak azt várhatjuk el, hogy enyhüljenek a tünetek, nem fogja megakadályozni a fertőződés sem, ugyanígy mondhatnám a BCG oltást, az se akadályozza meg a fertőződést. És adott esetben bizonyos személyekben kialakul a TBC is. Annak ellenére, hogy egy hagyományos, tulajdonképpen az egyik legelső vakcinák, mert a 1920-as években elkezdik. Tehát vannak olyan vírusok és baktériumos betegségek, amiknél nagyobb hatásfokú az oltás, van amelyiknél kisebb, a Covidnál ezt tudtuk elvárni. Számíthatunk még Covid-19 járványra, világjárványra? Olyan járványhullámokra nem. Na most itt a lényeg, amit beszéltünk korábban is, vagy céloztunk rá, tehát, hogy ilyen még a világ történelemben nem volt, hogy a Covid-19 3 éven keresztül itt van. Minden influenza vírus, ami van, egy év alatt letermelődik. Ezt tanítják, ezek is alak. Nincs. Elmutálódik. Tehát legyen gül a vírus. Itt lesz a tanár úr, hogy mondja, természetesen a COVID-19, ha van ilyen vírus, de én mondjuk nem hiszem, itt lesz mind, a H1N1 is itt van 10-15%-ban kimutatható, de már nem okoz tünetet, mert már túlestünk rajta mindenki. Tehát ez már nem okozhat tünetet. Ezért kell hagyni a nyáimmunitást. Az oltás semmit nem ér, az csak megemeli az ellenanyag szintet. De hát akkor kanyarú ellen se oltasz. Kanyarú ellen most megnyertek egy pert Németországba, és pont azért, hogy nincs kanyarú vírus. Nincs kanyarú vírus, és én olvastam ezt a cikket is, hogy 5G-vel például kanyarú vírus lehet csinálni. Tehát várjuk meg ezeket a dolgokat, a kanyarót, mert ugye most a kanyarú járványok, amik Romániába vagy Amerikába voltak, mind oltottak között, 600, 700, 1000 számba oltottak között alakult ki. Át kell gondolkozni az egészen el kell gondolkozni az oltásnál, az mRNA-s alapú oltást, pedig most is hangsúlyozom, tiltakozom, nem lehet, hogy gyerekeknek is más alapú oltásokba, amíg 5-10 éves tapasztalatunk nincs, a gyermekeket nem tehetjük ki. Ma már genetikai vizsgált állatkísérleteknél 4-5 generációs kísérletet kell csinálni, 4-5, hivatalosan ennyi. Nem lehet, nincs vészhelyzet, nem szabad hagyni, és a WHO meg akarja. Ezért nem értünk egyet, ezt közösen ezt mondhatom a WHO-val, mert a WHO a legrosszabb. Ha ő hatalmat kap, mindenkit irányít, engem, tanárulat, a sajtót, mert az egészségügyi irányításon keresztül a pénzek hova menjenek, mennyit fordíthatnak a járvány, meg a lezárásokat szabályozza, amit elképzelhető, bármit csinálhat. New Yorkból is van egy Tedros nevezető, akinek a neve Tedros. Életében nem volt orvos, a helyettese nem orvos. Ez a két ember, aki itt van, magyar a helyettese, jogász. És az egész szervezetnek nincs laborháttere, nincs semmi intézet, amit tudna bizonyítani, ők csak... Maradjunk, ez igen, ön vélemény. Igen, igen. Maximálisan. Jó, de nem tudom megítélni, hogy jó, ennek mi a valóságtartalma, és valóban mi áll mögötte. Egy biztos, az teljesen egyértelmű vált, hogy az oltást az nagyon ellenzi ön, de hogy látja ez a COVID-19 vírus, igen, visszatér-e még? A COVID-19 vírus nem térhet vissza. Tehát hiába még erőködnek vele, nem térhet vissza. Akkor például a WHO javasolta, majomhimlőt kikiáltott a világjárványnak a WHO. Majomhimlőt kikiáltott a hivatalosan világjárványnak. Angliában mi van?
95%-a majomhimlőnek homoszexuális férfi. Hogy lehet ebből világjárvány? Hogy lehet ebből, kérdezem? Nem is nyilván, éppen emiatt nem nyilvánították. Vártam, de nem, Tedros leírta, megvan a honlapjukon, én ezt láttam. Nem. Hivatalosan nem nyilvánították. De hivatalosan. Lehet, elnézést, megnézzük, majd utána nézzünk, de... Szilágy tanár úr, az ön véleményét is szeretnék még megismerni. Lesz-e COVID-19? Beszélgetés végén lesz-e még járvány COVID-19-es? Nem is lesz, hanem inkább az, hogy mennyi csinált vírus lesz, vagy nem lesz. Tehát, hogy jön-e másik? Persze, csinálnak egy újabbat. Persze. Nem azért én is csinálhatnék, meg tudnék Magyarországon még másik 50-100 embert, aki csinálná, de nem feltétlenül úgy csinálja. Magától is jön, ahogy hallottuk. Katonai okok miatt csinálják, biofegyver. Ugye Ukrajnában 40 labort foglaltak el az oroszok. 1000 éve vannak járványok, még sehol nem volt mikrobiológia, még sehol nem volt génmódosítás, és a leghalálosabb járványok jöttek. Tehát miért gondoljátok, hogy a természet nem elég találékony ahhoz, hogy új és új kórokozókat produkáljon? Azért, mert az Isten adta génrendszerünkbe az összes információ, a DNS-nek 3%-át ismerjük, ezt tanítják, 97%-át nem. Az a 97% az egy információs rendszer. Tehát amikor megteremtődött az ember, és amióta történt velünk valami, bármivel találkoztunk, az itt van a génünkben. Csak egy példát erre. De nem. Azt mondom meg, ha voltak kórokozók a történelem során, amik jöttek, El is mentek. Időről időre visszajöttek, mert is járvány sok volt. Időről időre. Tehát most is jelent meg új kórokozó, mondjuk ilyen volt a spanyol nátha, ami megfelépült, de 8-10 év alatt, ugye az az influenza. Az oltás miatt volt. De volt még egy csomó előtte is, amikor még nem volt mikrobiológia, amit a nap és a hold együttállásának meg mind. Tehát voltak kórokozók, amik jöttek. Miért gondoljátok, hogy ez a folyamat leáll? Az evolúció az megvan. Én arra biztatom az embereket, hogy bízzanak a saját immunitásukba, a természetes immunitásba, és a két példát mondok. A jó Isten adta teremtett világba, itt van az olaj, fölhoztuk a kőolajat, és szennyezte a tengereket, stb., és egyszer csak rájöttek, hogy vannak olyan baktériumok, akik megeszik a kőolajat. Utána itt van a műanyag, tele van az óceán, szigetnyi, magyarországi műanyag szigetek vannak, és nézik, hogy mennyi műanyag be évente, és alig emelkedik a műanyag szint, és rájöttek, hogy van olyan baktérium, ami eszi a műanyagot. Ajaj. Tehát a teremtett világban Isten már tudta, hogy majd lesz műanyag, tudta, hogy lesz kőolaj, és itt van, ezért bízunk ebbe, mindenre ad lehetőséget, és erősítsük a saját immunitásunkat, az életmódunkra figyeljünk, egészségesen éljünk, és nem másba kell gondolni, nem lezárásba, nem oltásba. Ezek mindenképpen fontos dolgok, amiket ön elmondott. Én meggyőződésem, én nekem ezt a tapasztalatot mondtam le, hogy nekem ez kell. Uraim, én nagyon szépen köszönöm, hogy megismerhettünk különböző nézőpontokat, véleményeket a COVID-19 járvány és annak kezelése kapcsán. Vendégünk volt dr. Rusvai Miklós tanár úr, dr. Pócs Alféd doktor úr és dr. Szilák László tanár úr. Köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak. Kedves nézőink, ezzel mai műsorunk véget ért. Remélem okulnak, tanulnak, önök is kialakítják saját álláspontjukat, legalábbis ez a beszélgetés talán segít abban, hogy önök is kialakítsák saját álláspontjukat a járványokkal, illetve a járványkezelésekkel kapcsolatban. Megköszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!